Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket itt az Esztergomi Dzsámiban. Kellett gondolkoznom azon, hogy most mindenkit név szerint megemlítsek-e azok közül, akik eljöttek, de inkább hadd mondjak egy ilyen összefoglalót. Szeretettel köszöntöm az esztergomiakat, a karcagiakat, az esztergomi karcagiakat, és mindenkit, aki erre a megnyitóra eljött magyar embert, mert a jelek szerint úgy néz ki, hogy most itt Esztergomban egy össznépi karcagi találkozó van. Tehát aki Székesfehérvárról, Karcagról és Budapestről bárhonnan érkezett, és valamilyen karcagi őssel rendelkezik, az most itt ebben a teremben nagy többségben van. Van itt nekünk egy nagyon kedves vendégünk, aki a Györfi család réges-régi barátja, aki azt a felkérést kapta, és nagyon nagy szeretettel tudomásom szerint fogadta, hogy mutassa be ezt a családot, az ő munkásságát, aki nem más, mint Prókai Gábor művészettörténész. Szeretném átadni a szót neki. Én meg kérem, hogy jöjjenek ide a Györfi család jelenlévő tagjai, mert mindjárt ki fog derülni, hogy valaki nincs itt. Ádám nincs itt, mert Ádám hol van? Igen, igen, volt ez a dal. Szóval a kedves feleségével, aki ugyan nem mindennapos még, de annyira együtt vannak, hogy nem akarta otthagyni a néhány hét múlva szülőórára váró asszonyt, úgyhogy ő csak munkáival van itt jelen. De itt van Györfi Sándor, Györfi Balázs, Vargáné, Györfi Erzsébet és Györfi Lajos. De jó benne! Ne a hátam mögött legyetek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Amikor megkaptam ezt a felkérést, akkor egyszer csak az is kiderült, hogy aki felkér, az nem más, mint egy karcagi, karcag szülöttje. És ő valóban ezt a kiállítást arra az apropóra akarta fölfűzni, nem csak arra, hogy itt korábban is rendezett már művész családoknak kiállítást, hanem nagykunságra. És akkor azt is szerették volna, hogyha a nagykunság kap ezen a kiállításon hangsúlyt. Nem is volt nehéz, ami a műveket illeti, de nekem meg az jutott eszembe, hogy ugye már Kölcsei is megénekelte, hogy az a kalászt érlelő kunsági mezőket, és akkor az jutott eszembe, hogy milyen érdekes ez a kunsági mező, ez a kunsági puszta. Nem csak kalászt érlel, hanem egyszer csak eruptív módon művészetet is teremt a karcagi pusztán. Györfi Sándor, ő az alfa, a család alfája. Vele kezdődik minden, de lehet, hogy nem is vele kezdődik, hanem azzal a döntéssel, amikor a Tanyai család egyszer csak úgy döntött, hogy elengedik a fiút Budapestre, a fővárosba, hogy ott tanuljon, és művészeti iskolába tanuljon. Ez egy olyan döntő lépés volt, amit jó lenne, Czeisler-Endre kellene talán ehhez, hogy azt is kitalálja, hogy hogy volt könnyen, vagy nem tudom, hogy könnyen, erről nem beszéltünk sosem, könnyen eldönthető és vállalható, hogy a fiunkat, aki egész eddig itt élt mellettünk, elengedjük a fővárosba. Majd erről egyszer beszélgetünk még. De tehát itt kezdődött minden. És folytatódott, most mindent nem részletezve, a főiskolán, ahol Sándor tulajdonképpen tudatosan készült a pályájára, a hivatására. Ő nem csak a kompozíciót, teremtést, nem csak a mintázást, nem csak a szakmai fogásokat tanulta meg, hanem már akkor foglalkoztatta őt a megteremtésnek, a kivitelezésnek az eszközrendszere is, és ott kezdett kísérletezni
Egy olyan eljárással, egy olyan bronzöntési eljárással, ami teljesen elfeledett volt. Ez az a bizonyos viaszveszejtéses bronzöntési eljárás, amit úgy kísérletezett ki, hogy ennek később önzetlenül, mondtam már egyszer máshol valahol, de szívesen mondom most is így, katedra nélküli professzora. Ő terjesztette el ezt nem csak itthon Magyarországon, hanem azokon a művésztelepeken, külföldön is, ahová mondjuk úgy vendégprofesszornak meghívták. Tehát tudatosan készül. De eszembe jut az is, hogy egyszer valahol beszélt arról, és megint a tanya és a puszta, hogy arról beszélt, hogy egy tanyasi embernek mindenhez kell értenie, minden tudással kell rendelkeznie. Szerintem valamikor, amikor ő ezt eldöntötte, hogy e felé is nyit, és ezt a kísérleteket is elvégzi, ez is munkálhatott. A főiskola az egyetem után hazatért, és akkor következett be az a fordulat, ami, még szólok erről, megint csak párját ritkító, azt hiszem a kortárs művészetbe, de amennyire emlékszem a magyar művészettörténetbe is. Tehát azt valósította meg a maga felkészültségével, hogy a gondolat megszületésétől, a tervezésen keresztül, a kivitelezésig minden egy kézben maradjon. Vagyis a művészi akarat teljes egészében megmaradhasson a művész kezébe. Ezt a művészi akaratot végigvinni, következetesen végigvinni, amikor kell közben módosítani, és így minden mű, ami akkor megszületett, tényleg az ő kezenyomát viselte. És ezzel oda a Karcagra, a nagykunságba egy ismeretlen kultúrát hozott, amikor megteremtette a műhelyét. De, és erre céloztam az előbb, hogy nem igen emlékszem a magyar művészet történetben olyanra, hogy mondjátok, vagy javítsatok ki, ha igen, ezzel nem kisebbedik az ő érdeme, hogy egy művész a kezdetektől, ugyanígy, mint ő, önmaga ura a teremtésnek. Általában úgy szokott történni a bronz műveknél főképpen, hogy a művész elkészíti az egyes modellig, és aztán jönnek a kitűnő öntők, kivitelező vállalat, és kivitelezi a művet. Talán nem egészen pontosan így van, amikor valaki maga faragja a szobrot, ott talán tetten érhető ez az egykezűség, de még ott sem mindig, mert van, amikor azt mondják, hogy nagyolva kérem a követ, és már csak a végét faragja a művész. És ezzel is tulajdonképpen iskolát teremtett, mert főleg az Alföldön, de Budapesten is, aztán születtek egyre másra a műhelyek, ahol a művész önmaga kivitelezi saját szobrait. Ezek a szobrok, amiket főképpen itt látunk, ezek a Sándor szobrai, mondjam úgy, hogy vallomásos szobrok. Vallomások emberségről, értékekről, hagyományról, hagyománytiszteletről, közösségvállalásról, barátságról. Kezdjem mindjárt a nagyapámmal, itt velem szemben van, majd nézzék meg ezt a fejet, ezt a gyönyörű fejet, amely szinte a föld barázdáltságával jelenik meg előttünk, és nyer emberi arcolatot, a barazdás föld. Ebben a teremtő erő, az őserő van benne ebben a vallomásban, nagyapján keresztül, a földműves emberről, a teremtő emberről, aki a földből él. A papi portré egy kicsit másabb, ő a szobrász barátról szól, atyai mesterről,
aki büszke tartással és a maga bohém kiállásával, nézzük meg azokat a szigorúságokat, ami a következő pillanatban aztán valami egészen bolondériás dologba folytatódott. Vagy a portrék, amelyek megint csak barátságról és szeretetről szólnak. Vagy beszéljünk a piétáról, ami egész másról, a fájdalomról, a közösség fájdalmáról szól, ami több példányban is, vagy több vázlatban is megjelent munkásságában, Tószegen is, gyönyörű, legszebb megnyilvánulása talán a Karcagi Piéta, a hatalmas II. Világháborús emlékmű. De ha megnézik azt a domborművet majd, akkor azt látják, hogy jó lehet a Piéta a művészettörténetben egy ismert idol, itt másról van szó. Ez az asszony egy vidéki asszony. Az a fiú egy mai fiú. Mai, legalábbis 20. századi, mondjuk úgy. Egészen más gondolatokat sugal, vagy indukál bennünk, ha megnézzük a Gordiusi Csomó című munkáját, amiben a humor és az irónia is benne van. A történetet ismerjük, hogy Gordium városában nem tudtak királyt választani. És akkor a Jós azt mondta, hogy azt válasszuk királynak, aki legelőször bejön a városba, és ökösszekérrel jön. Na hát jött Gordiosz, és megválasztották királynak. Ezek után ő a igát, a jármot úgy kötötte hozzá a rúthoz, hogy azt ne lehessen eloldani. Aztán mégiscsak, ja igen, igen, és azt mondta még a Jós, hogy aki ezek után mégis eloldja ezt a kötelet, az Ázsia ura lesz. Ázsia akkor Kis-Ázsia volt, értették alatta, de hát mint tudtuk, ő nem csak Kis-Ázsia, tényleg egész Ázsia, vagy az akkori világ ura lett. Tudnélik, megérkezett Nagy Sándor, és törte fejét nem sokáig, mikor egyszer csak kardjával ketté vágta a csomót. Itt nem erről van szó. Ez már egy mai Gordiusi csomó, és a megoldás is mai. Itt már nem a leleményről van szó. Itt már arról a brutális, drasztikus, csak az erőt fitoktató megoldásról, ami mai korunkat jellemzi. Vagy itt van előttem a Játszma vége című szobor, most itt igen körbe van kerítve. Ez a szobor a 80-as évek végén készült, és egy indulat van benne. A lerántott sakkmező, hullanak a bábuk. Ebben az indulatban azt hiszem megint csak egy kicsit egy korézet is benne volt, amikor úgy fölrúgni valamit, úgy vinni be az indulatot, hogy nem gondolkozunk, kerül, amibe kerül, hulljanak a bábuk, legyen, ahogy legyen. Két érdekes szobor van ott velem szemben még, ha megnézik, mint hogyha egy halmot látnánk, mondjuk egy kurgánt, vagy azokat a kunhalmokat, amikkel annak idején még teli volt a nagykunság, meg még máshol is az országban voltak. És ez a halom valamit rejt. Itt olyan szép elmondása van annak, amit ő a hagyományok ápolásában, a kunhal hagyományok felelevenítésében vállalt.
Benne a két aranyozott figura olyan titkokról beszél, amiket rejtenek ezek a halmok. Itt azért emlegessük meg Mándoki Kongúr Istvánt, Sándor barátját, akitől nem utolsó sorban kapta ezt a késztetést, hogy ápolja a kun hagyományokat. Ez a korán elhalt tudós ember Kazasztánban kutatta a kunokat, ott is halt meg, érdekes módon ott szinte nemzeti hős. Nálunk azt hiszem igen kevesen tudják, hogy élt, de azért egyszer, ha majd a Batthók Béla úton járnak, ott a közel a Móri Zsigmond térhez, ott majd azért látnak egy táblát a lakóházának megjelölésével. Na tehát ő fordította a figyelmét a kunokra. És végezetül, ja dehogy is végezetül, hiszen még itt van ő, mert mindenről nem akartam szólni, de itt van velünk szemben, vagy velem szemben az Európai Szentély, ha jól gondolom ez a címe. Na nézzük csak, hogy itt rétegzett lapokból indul a kompozíció, és egyszer csak emelkedik föl, tényleg mint egy szentély, és ebben a szentélyben a kaliatidák a Willendorfi Vénusz idoljai. A Willendorfi Vénusz, zárójelbe jegyzem meg, Szombati József találta meg egy ausztriai kisváros mellett a múlt század elején. Tehát ezzel valami olyan folytonosságát tudja elmondani a kultúrának és az európaiságnak, ami azt hiszem jelképi értékű és szimbolikus. Mint ahogy annak tartom ezt a szobrot, most megnéztem, az a címe, hogy Homo et Natura, de én magamban egészen mást gondoltam erről a szoborról, majd meglátják, hogy nem egészen idegen tettől. Én úgy gondoltam, hogy ez a szobor a természet előtti hódolat. És hogyha arra gondolunk, de lehetne ő akár Daphné, lehetne Euridike is. Euridikéről tudjuk, hogy ő is egy drüász volt, egy nimfa volt, egy olyan nimfa, aki a fákban lakodott. Ez a csodálatos teremtmény, ez a női idol a fából bontakozik ki. És tulajdonképpen itt egy kicsit akkor térjünk vissza a kezdetekhez. Itt érzem teljesen konzekvensnek és következetesnek annak az indítatásnak az érvényesülését a művészetében, ahonnan ő indult, amit vállalt és amit következetesen végez. A kunhagyományokról beszéltünk, még azt is tudják róla, hogy nem csak művész, hanem ő volt a második újkori kunkapitány. Elsőt Kisújszálláson választották, a másodikat Karcagon, na ő volt az. Lajos. Ő ugyan a fivére példáját követte, és mondhatnánk, hogy milyen egyszerű volt a dolga. Hát igenis, meg nem is. Mert annyiból talán igen, hogy a családban már volt egy kitaposott út, tehát vele már nem kellett mindent megvitatni arról, hogy ő is Budapestre megy a művészeti szakközépiskolába. De amennyiben a báty példája és mintája ösztönző volt, ugyanakkor gondoljanak bele, hogy mindez egy kihívás is volt. Megteremteni az ő saját önállóságát, az, ami ő, ami Györfi Lajos. És ez már nem volt könnyű. A bátyja segítette, igaz, mint ahogy ő is segítette, még a főiskola előtt is a bátyját a műhelyében, ami azt hiszem, hogy egy olyan tapasztalat és gyakorlatrendszert alakított ki benne, amit sokan a főiskolán sem tudnak megszerezni.
és ő is visszatért. Püspökladányba telepedik le, ott él ma is. Az első sikerei a főiskolán voltak, akkor, amikor mesterei is segítették, hogy szobraiknak a kivitelezésébe. De talán az első igazi siker az volt, amikor egy szép feltámadás korpuszt készített, és mesterének, Borsos Miklósnak meg akarta mutatni, elhívta. És a mester megnézte, nézte, nem szólt semmit. Aztán, amikor elment, akkor elmondta neki, látta a Lajos, hogy valamit mégiscsak kellene mondani. És akkor elmondta, hogy őt megkereste egy plébános, és egy feltámadás szobrot kért tőle. Ő most szól a plébánosnak, hogy jöjjön ide, és nézze meg. Azt a szobrot Lajos készítette el Budapestre. Ez volt az első budapesti szobra, amit aztán követett a híres, nevezetes, sokkal későbbi pesti srác szobor. Vagy egy másik, ami nem sokkal a főiskola elvégzése után volt mesterétvel pályázott együtt, és előtte nyert meg egy olyan munkát, ami aztán az indulás emblematikus munkája volt, a kunhegyesi lovasszobor. Ezek persze önbizalmat adtak neki, és az ő munkássága úgy alakult, hogy elsősorban Lajos a köztéren valósítja meg tehetségét és tudását. Úgy is gondolja magáról, hogy ő köztéri szobrász. Ő nem kiállításokra készül. Elegen vannak, akik kiállításokra készülnek, és úgy készítik a életművüket. Helyes, ilyen is kell. Az ő kiállítótere az egész ország, az egész Európa, ahová meghívták. Nyert pályázatokat, többet is, de megkeresik a feladatok általában. Előtte nincsenek kisebb és nagyobb feladatok, és mindezt fantasztikus munkabírással bírja. Közel 230 köztéri szobrot készített Magyarországon, külföldön, Európában és Amerikában. Helyeztek el tőle. Az itt lévő szobrok közül itt látjuk a Lajos szobrait. Kezdjük talán a Szent László szoborral, ami egy biharkeresztesi szobornak a felső része, ahol most így, amikor nem látjuk az egész testet, és látszik belőle az a szálfa egyenes vitéz király, lovak király, aki akkor annak idején hadserege fölé egy fejjel magasodott. A büszke tartás, az elhivatottság, a szigor, és persze, hogy emlékeztet a Hermára, de ugyanakkor egy kicsit átért is ez a figura. A másik portré, amit szívesen hozott el, már mosolyog is Feri barátunk, ami a Bánki fesztiválra készült, Louis Armstrong szobra. Majd nézzék meg a szemeket, majd egyszer talán jobb fény is lesz napközben, ami szemek a trombita fényeivel világítanak. Tehát aki így tud ábrázolni és szemekkel egyéniséget teremteni, hát az Lajos. Egy Bocskai szobor van itt mögöttünk, azt tudni kell róla, hogy Bocskainál elhivatottabb szobrász nincsen itt nálunk ma Magyarországon, a legtöbb bocskai szobrot készítette. Mondjam azt, hogy majdnem úgy kellett volna mondani, hogy a szülőháztól, de a szülőházé volt talán a legutolsó, tehát Álmostól Kassáig,
És ő készítette el a szülőházra is a Bocskai emléktáblát Kolozsvárot szembe a Mátyás szülőházzal és a Mátyás emléktáblával. Az a kicsi szobor ott, az a pápa, talán arra a legszebb bizonyság, jó lenne, ha egyszer megvalósulna, felkérésre készítette, egyelőre még nem valósult meg, amikor tényleg igaz az, hogy a méret és a monumentalitás nincs egymással összefüggésben. Itt, ebben a pici szoborban nagyon szerencsés az elhelyezés, és a monumentalitás már most is benne van. És persze, akkor beszéljünk a lovas szoborról. Harmadik Jan Sobieski király szobra, most éppen nem Párkány felé mutat. Azt fejtettük meg a Tamással, aki itt ott van, igen, hogy talán most éppen Lengyelország felé mutat. Igaz, Marisa? Jó. Talán. Na tehát róla van szó, és itt hagy üdvözöljem a szobor szülőanyját, nem a szülőapját, mert az ő, ott van, Dániel Erzsébetet. Jól emlékszem még, hogy Avelun? Jól emlékszem még, hogy Avelun alapítvány? Hogy? Ja, Limes alapítványnak az elnöke. Szóval Párkányból ő volt ennek, és néhányad magával ennek a szobornak a megálmodója, amire megkérték Lajos, hogy készítse el. Lajos, azt hiszem, hogy ezt elmondtam máskor is, még senki nem javított ki benne, talán nem is lehet, hogy azt hiszem Európában nincs szobrász, akinek ennyi, ilyen hatalmas méretű lovas szobra áll, mint például ez is, több mint 10 ilyen van. Szereti a lovakat. Majd a végén még erre visszatérek. Ő is, meg bátyja is. De ennek a szobornak van egy érdekessége. Korábban egyszer kezembe került egy írás, ami arról szólt, hogy az ERTE Biofizikai Intézetének kutatói megvizsgálták az általuk ismert művészettörténeti lóábrázolásokat, rajzokat, festményeket, szobrokat, és azokat összevetették az őskori ábrázolásokkal, rajzokkal, amik barlangokban és máshol maradtak fenn. Meg megvizsgálták a mai szobrászok, művészeknek a lovas szobrait is. És arra a fantasztikus megállapításra jutottak, nagyon érdekes ez a dolog, hogy ugye 1887-ben, amikor elkészült az első fénykép sorozat a ló mozgásáról. Na, innen tudatosult sokakban, hogy hogy is mozog a lónak a lába. És ők azt tapasztalták, hogy az ősembernek a ábrázolása, a ló ábrázolásában az ősembereknek a tévedése, a hibás ábrázolása 46% volt. A művészembereké az egész művészet történet során 83%. Tehát az, aki ott velük élt, és nem csak modell nélkül, vagy akár modell után is, de rosszul készített el, azok többet hibáztak. És akkor azt mondja, hogy ez a kutatás, hogy vizsgálták a maiakat is, és egy szobrot hoznak példaként, ahol az alkotója tökéletesen ismerve a ló járását, és ez a Párkányi lovas szobor. Vargáni Györfi Erzsébet. Hát, hogyha mintákról beszélünk, ő előtte már két minta is volt. Ugye a két fivér. És ha a Lajos esetében a képesség mellett ez meghatározó volt a fivér példája, ő számára ez talán még nyomasztóbb lehetett.
ő is szobrász szeretett volna lenni, de aztán nem úgy alakult a sorsa. Először a karcagi házipari szövetkezetben dolgozott, mint mintakészítő, mint mintatervező. És ugye miből is nyerte az indítatást a minták kereséséhez, mint Györfi István kiváló rajzaiból, amit a Kun hagyományok alapján díszítő művészetben ő föltárt. És ez a két ruha, két mise ruha, amit itt látunk, ennek ékes példája. Tulajdonképpen, amikor ő ezt a szűrő hímzés mintakészletét tanulmányozva ezt, mint egy közkincsét tette, erre kapta meg a Népi Iparművész címet, és készítette el ezeket a szép miseruhákat, amiből a Sejem a Kis Jankóbori pályázaton külön díjat is nyert. Mondhatnánk, hogy akár így is működhetett volna tovább, de mintázni is akart. És így került a karcagi kerámia, nem is kerámia, hanem agyagipari szövetkezet, ugye úgy hívták akkor szövetkezetbe. Ezek a tárgyak, amiket ott látunk, ezek a kerámia korsók, a tükrök, tálak, ezek is az ő munkájai, ahol már plasztikai díszítéssel látta el ezeket, tehát tehát csak nem tudott szabadulni attól, hogy valamit meg is mintázzon. És ezek a lófejek, szarvasok, madarak, kosok megint csak onnan jönnek a gyermekkorból, autentikusan. Ezek a használati tárgyak, amelyeket itt látunk, tulajdonképpen tárgyakat, ez a megfogalmazás kiemeli a hétköznapiságukból, attraktívvá, artisztikussá teszi őket, és tulajdonképpen önmagukban is bizonyítják azt a képességet, azt a kreativitást, ami Erzsében megvan. Munkásságáért ilyen fiatalon is már 2014-ben Karcagváros kultúrájáért díjat kapott. Na most, hogyha itt most a szűk családot, pontosabban az alfa utáni családot lezárhatjuk, akkor azért még legalább két dologról hagy beszéljek. A háttérről, a feleségekről, Böbéről és Marisáról, akik nem csak a családi tűzhelynek az őrzői, hanem az egyik Böbe érmek, kis plasztikák cizellálásában is már mesterré vált. Marisa pedig nem egy munkájának, Lajos nem egy munkájának, épp kertészmérnökként környezettervezője volt. Meg az ifjú Sándorról, fiáról, aki a műhelyben kőfaragóból vált kőszobrásszá, és tulajdonképpen lett édesapja szobrainak avatott kivitelezője, kőrészeinek kivitelezője és elhelyezője. Meg Varga Imréről, aki Erzsinek a férje, aki a szoboröntés tudományát, ismereteit a Sándor műhelyében kezdte, ott tanulta meg, ott ismerte meg, ott vált Sándor jobb kezévé, és mikor önálló műhelyt alakított, onnantól kezdve elsősorban, vagy főképpen, vagy szinte minden esetben Lajos szobrainak a kivitelezője. És akkor jöjjön a második generáció, akik már a műteremben és a műhelyben nőttek fel. Ne haragudjanak, hogy egy kicsit hosszú, de meg kell őket becsülni, na. És egy család, hát mégiscsak. Szóval,
Ők már a műhelyben és a műteremben nőttek föl. Balázs, mint édesapja, ő is a művészeti szakközépiskolában, igaz, ő nem Budapesten, hanem Nyíregyházán, üvegtervezői szakon végzett, de tulajdonképpen már ekkor is, meg azután is édesapja műtermében, műhelyében nőtt fel. Majd utána a Nyugat-Magyarországi Egyetemen szerzett építész-tervező művészi diplomát. De középiskolás kora óta dolgozik édesapja műhelyében, ahogy ő mondta, tetszik nekem, szobrász bronzöntő segédként, majd pályázati anyagok elkészítésével, látványtervek készítésével segítette édesapja munkáját. És, amit meg az édesapjától tudok, hogy olyan kiválóan sajátította el a hegesztés tudományát, hogy akik tanulták, azok nincsenek ennyire birtokában már a bronzhegesztés tudományának. Tájszerzőként már diákkorában is édesapjával egy Turul szobor kompozícióját, rekonstrukcióját végezték el Kunmadarason, és tájszerző volt, mint építész több munkában is, Székelyudvarhelyen, Tiszafüreden, Szigetszentmiklóson, Tatabányán. A kiállításon önálló képzőművészeti munkásságának változatos metszetét látjuk. Őróluk szeretnék néhány szót mondani, meg ott majd abban az ablakban úgy el volt rejtve, hogy én magam is alig találtam meg, azokról a szobrokról, amiknek az egyiknek a neve a macskanász, a másik pedig macskakavicsok, macskakövek. Hát nézzék meg, mert hogyha ilyen komoly téma után egy kicsit a derűt is magukkal akarják vinni, majd nézzék meg ezeket a szobrokat. Szóval a falon látható öt kép a kacagi katolikus templom déli hajójának a végét díszíti. Egy pünkösdi jelenet, a Szentlélek eljövetele kiáradása. Most, amikor láttam ezt a képet, akkor első is azt tűnt föl nekem, hogy szokatlan volt, mert amennyire emlékszem, ezek az ábrázolások, és így szól, utána néztem, jól emlékezve, így szólt az apostolok cselekedete, hogy hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. És itt, ha jól látjuk, itt nem házban ül a 12 apostol és Szűz Mária, hanem a természetben vannak. Nem beszéltünk erről a Balázzal, mert nem beszéltünk. Tulajdonképpen én ebben ezt én nem tartom véletlennek, hogy ő ezt a szituációt a természetbe tette. Az üveg sokkal gazdagabban tud így megnyilvánulni. A színek, a zöld, a természet színe, a föld színe, a kék és az ég, és benne a vörös sugarak, a Szentlélek, ahogy megérinti az apostolokat. Egy ünnepélyes, emelkedett, fénygazdag, légies kompozíciót tud eredményezni, ami színgazdagságával sokkal üdébbé és tulajdonképpen maivá, modernné teszi ezt a nagyon régi történetet. Györfi Ádám. Hát Ádámról tudjuk, hogy most hol van, de a szobrai itt vannak. Itt van mellettem ez a két gyönyörű, és itt a kicsi fejecskék. Azt mondta az Ádám, hogy ő minden szabad idejét apja műtermébe töltötte. Hát tényleg így volt. Arra is emlékszem, amikor egy-egy zsűribe mentünk a Lajoshoz, nem egyszer azzal fogadott, hogy na nézzétek, ezt az Ádám gyurmázta, és mutatta a kis figurákat, a kis állatkákat, amiket az Ádám éppen akkor készített. Ő is elvégezte a művészeti szakközépiskolát, majd a főiskolát, és a főiskolán azt kell mondjam, hogy
három éven keresztül is, amikor megszervezték az éremkurzust, mind a három évben, mind a két szemeszteren ő nyerte el a érmeivel az első helyezést. De az is izgalmas, a felkészülésről beszélünk, hogy 5 évesként a debreceni tavaszi tárlaton fődíjat kapott ezzel a szoborral. Ilyen fiatal fődíjas nem volt még a debreceni tárlat történetében, azt hiszem más nagy tárlatok történetében sem nagyon, hogy főiskolai hallgató viszi el az első díjat, de ezzel a szoborral, Nórika, ez a szobor címe. Ha ezt a szobrot megnézzük, akkor az Ádám szoborról való felfogásának, gondolkodásának jó példáját látjuk. Az egyénítés valószerűsége és szuggesztivitása, az ábrázolás őszintessége, kifejező ereje, lelkisége és bensőségessége. Az azonosulás a témával és a modellel így lehetséges, hogy észreveszi azt a félszeg mozdulatot, azt a gyermeki félszeg mozdulatot, ami ebbe a kicsi leányban, ebbe az elfogadottságban benne van. A Múltból jelenben című szobra pedig diplomamunkája. Azt hiszem, hogy ez a szobor sűrítménye mindannak, ami számára kihívás, ami elmondható, ami idea a szobrászatról, az önmegmérettetés, a sugárzóan szép női testben vallani a választott hivatásról, erről szól ez a szobor többek között. Meg a kapcsolatról, a kapcsolatvállalásról, a régiekkel, az elköteleződésről, visszahelyezve a művészet, a művészi kifejezés programjába az ember megismerésének kötelezettségét. Nem véletlen, hogy pedig látjuk, hogy mennyire érti a portrét, hogy ennek a szobornak nincs feje, nem ez volt a lényeg. A női test szépségével kellett ezt a vallomást elmondani, egyénítés nélkül. De azt még mondjam el, ha itt lenne, gratuláltam volna neki, hogy az elmúlt 2 hónapban 2 munkáját is avatták. Ez már 10. jó néhányadik köztéri munkája Debrecenben, egy domborművet a színházba Vámos Lászlóról, és egy Adi ülőszobrot, amit talán néhány hete állítottak föl. Jó egészséget kívánunk a jövendőnek is, meg neki is. Nincs itt. És végezetül. Szóval gondolkoztam én azon, hogy mi lehet a titka ennek a Györfi családnak. És valóban Czeiser kéne ehhez, hogy ő tudományosan kiderítse, hogy hogy is jöttek ezek össze, hogy is jöttek itt a gének. Én a magam módján arra gondolok, hogy mégiscsak nagy szerepe lehetett ebben a gyermekkornak, annak, ahol ők fölnőttek, a pusztának, a puszta által adott szabadságnak, annak, ahogy a Lajos mesélte egyszer, hogy az édesapja, amikor lovon szőrén ülték a lovat, és száguldani engedte őket, úgy óvta, úgy figyelmeztette őket, hogy a horizontnál ne menjetek tovább. Értik ezt? Szóval ez a bölcsesség, ez a szabadságvágy, nyilván ez vitte őket a művészethez. A művészet nincs szabadság nélkül. A művészet maga a szabadság. Nem véletlen, hogy mindkettőjüknek kedvenc témája és mesterei a lóábrázolásnak. A ló, ami a mi kultúránkban a szabadságnak a szimbóluma is. 2009-ben ketten együtt a Magyar Örökség díjat kaptak. Azóta Magyar Örökség díjasok. És művészetük ezért az utódokra hagyományozható örökség. Az övék is,
megbecsüljük és reméljük, hogy később az utódoké is, a második, meg talán a többi generáció is. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, a kitartásukat, a fegyelmezettségüket, és elnézést kérek, hogy hosszú voltam. Tisztelettel gratulálok nektek! Én szeretném, hogyha kedves művészeink ide jönnének a közelünkbe. Egy szál virág és egy üveg volt, talán elég, nem elég köszönöm, de talán jelképes arra, hogy megköszönjük azt, hogy elhozták ide a műveiket. Tüzet raktak, hagymát pirítottak, birkát pörköltek, levet engedtek, piros paprikával fűszereztek sóval. Az egész utcában olyan illatok terjedtek, hogy még az esőm sem tudta elmosni, és mindezt azért, hogy most az itt kedves összegyűlteknek egy hatalmas vendéglátással tudjanak kedveskedni, ami nem jött volna létre, ha nincsen Hubay Imre. És ezután is nagyon-nagyon-nagyon köszönjük neki, hogy azt a két birkaállatot rendelkezésünkre bocsájtotta, a bort és őrt, és egyébként még egy olyan dolgot is, amit nem nagyon ismernek máshol, csak ott a mi vidékünkön, Ferdinándnak hívják, ez az ünnepi süteményünk, és minden ünnepi asztalra fölkerül, régen ez volt a lakodalmas sütemény is, de szerintem ezt az ünnepet szépen fogja koronázni. Úgyhogy nagyon szépen megkérek mindenkit, hogyha kigyönyörködte magát idefönt a teremben, szót váltott az alkotó művészekkel, megölelgette őket, meg minden lelkesedését átadta számukra, akkor vonuljunk le ide az udvarra, egy tányért, egy pohár bort pálinkával, és igyunk egymás egészségére, és fogyasszuk el azt a finom birka testet. Köszönöm a figyelmet! Ugyanis meglepett bennünket ez a gyönyörű kiállítvány. Gratulálom a családnak és mindenkinek, aki részt vett ebben a rekonstrukción, a magyar történelmünk jeles része, hiszen Esztergomban vagyunk, és ezer éve a hitünknek, vallásunknak a szellemi központja, hogy azt megörökítették, renoválták, és fönnmaradt belőle sok minden, ami közben történt a magyar történelemben. És ez ma már a mi művészetünknek, tudományunknak, kultúránknak a bemutató helyében tudott válni. Ezért én a nagykunságból, aki őseink között a kunokat is tisztelhetjük, akik valamikor mindenhogy emléket állítottak, szokott állítottak, ezeket nevezzük, egészen kelettől idáig elkísérte őket, és maradtak utánuk hunt babáknak. Én készítettem 1995-ben egy emlékhelyet ennek a történelmi, egy kicsit történelmi szoborpark is. És ez a kis vázlata, amelyik a kun őseinket jeleníti meg, ez annak kicsi hitet mása. A nagyobbak 4 méteresek körülből, én sokat hozni, de én szeretném ezt emlékül adományozni a kiállítás emlékére, legyen a múzeumnak és a családnak a tulajdonnak.
Györfi Balázs építész képzőművésszel beszélgetünk itt Esztergomban, Dzsámi Múzeumban, egy különleges esemény alkalmával, hiszen a Györfi család kiállítását nyitotta meg itt nemrégiben Prokai Gábor művészettörténész. Balázs, hogy érezted magad a kiállítás megnyitón? Egyáltalán volt-e már ilyen alkalom, hogy édesapáddal, nagybátyáddal, nagynénéddel együtt szerepeljél egy ilyen kiállításon? Hát ezen a kiállításon nagyon jól éreztem magam, elmondhatom. A helyszín az egy nagyon különleges helyszín. Talán a nézők majd láthatják is, hogy hol van ez pontosan itt Esztergomban. Igazán jó tér egy ilyen kiállításra, bár talán mi egy kicsit sokan vagyunk ahhoz, hogy igazán bemutatkozzunk. Vissza is kellett fogni azért az édesapámnak és Lajosnak magát, hogy itt betöltse a teret, mert hát azért volna mivel, úgyhogy csak egy pár jelentősebb munkával jelentek meg. Tulajdonképpen visszatérve arra, hogy volt-e már ilyen kiállítás, 3 évvel ezelőtt volt Karcagon a karcagi és Karcagról elszármazott művészeknek egy ilyen gyűjtő kiállítása. Akkor végül is ugyanígy megjelentünk, és én is megjelentem, nekem hát nem az volt az első, mert még úgy egészen fiatalon középiskolai éveimben volt egy kiállításom, egy önálló kiállítás Karcagon, de lényegében ezek a jelentősebb kiállítások, és hát inkább az öröm az, ami eltölt most, meg akkor is 3 évvel ezelőtt, hogy a édesapámmal és hát a nagybátyámmal, az unokatestvéremmel, a Erzsi a keresztanyám tulajdonképpen, úgyhogy velük kiállíthatok, hát ez egy fantasztikus dolog. Karcagon, a Szent István templomba gyönyörű üveg ablakokat terveztél, és most is ezeknek a nagy képei vannak kitéve itt a kiállításon. Tulajdonképpen hogy fogalmaznád meg, hogy milyen művészeti ágban szeretsz te dolgozni? Mert tudom, hogy nagyon sok mindenben, de úgy igazán mi az, ami a szívedhez legközelebb áll, illetve azt szeretnéd csinálni? Hát ez egy jó kérdés. Nem tudom eldönteni valójában, tehát mindegyik művészeti ág, amit most éppen művelek, érdekel és izgat. És ez egy nagyon nehéz dolog, mert ugye mindenben nem lehet jó az ember nyilvánvaló, tehát valamilyen utat ki kellene választani. Egyelőre még ilyen útkeresésben vagyok, azt gondolom. A szobrászat és a képzőművészet az, ami irányába mennék inkább. Az építészet, belső építészet is nagyon izgat, de igazán szabadon alkotni, azt mint szobrász alkotó tudok. Időm arra nincs igazából, de ha van, akkor agyban már elképzelem azokat a szobrokat, amiket alkotni fogok. És hát 2-3 évente születik egy ilyen szobor, amikor van egy kis időm, és végül is ez tölt el a legnagyobb boldogsággal, azt hiszem, mint alkotási folyamat, bár azt kell, hogy mondjam, hogy az üvegablak, ami a templomba készült, hát az végül is az eddigi életem vagy pályafutásomnak egy főműve. És ezt szeretném is folytatni. Tehát ez azért elég közel áll a képzőművészethez, a szobrászathoz is. Tulajdonképpen nem téralkotás, csak kétdimenziós, de egy kicsit a belső építészet is benne van olyan módon, hogy itt a színekkel is egy kicsit ugye játszottam, és a templomnak nem mindegy, hogy milyen atmoszférát teremtünk. Nagyon nehéz kérdés ez a kérdéskör számomra, tehát hogy nem csupán csak azt mondom, hogy én egy festő vagy szobrász vagyok, és ebben próbálok kiteljesedni. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy a művészet maga érdekel, aztán hogy milyen irányba sodródok éppen, azt meg az élet majd
megmutatja, vagy megmondja. Kívánok ehhez az útkereséshez jó egészséget, és várjuk a szobrokat akkor. Köszönöm szépen, nagyon kedves. Vargányi Györfi Erzsébettel Esztergomba beszélünk itt a Dzsámi Múzeumban, ahol a Györfi család kiállítása nyílott nemrégen. Erzsi, milyen érzéssel álltál ott a testvéreiddel együtt itt a nagyszámú közönség előtt? Mit éreztél, hogy milyen alkalom ez most? Hát először is nekünk egy kiállításra elmenni, az mindig egy nagy ünnepély. Mindig megtiszteltetés az, hogyha ott lehetünk egy olyan kiállításon, amiben mi, mint munkások is részt vettünk, mert ugye szobrokat is öntünk a férjemmel együtt, de ha a család együtt van, hát szinte nem lehet szóhoz jutni, mert ez akkora nagy-nagy erő. Itt látszik, hogy a Kunságban, mert onnan jöttünk, hogy micsoda erő van, nem csak a búzamezőkben, de az ott élő emberekben is, akik a pusztáról jöttek, és valóban a természet lágyulén szabadon élhettek. Most micsoda erő lakozik bennünk, amit szobrokban legtöbben azt alkotnak. Én viszont, tehát kevesebbet alkottam, de látszik, hogy bennem is van valami, amit nekem is ki kell adnom. Tehát nagyon-nagyon örülök, és még egyszer köszönöm is, meg megtiszteltetésnek vettem, hogy részt vehetek. Erzsi, hát egy nő mit adhat? Az nem szoborhat kővel, meg, hanem tényleg a női mi voltoddal vagy itt jelen, hiszen a hímzésekkel és a kerámia tárgyaiddal. És bronztükör is van még. És bronz. Tehát te hogy látod, hogy van-e erre most igény? Gondolom erre... Nem, hát ezt kérdezem, hogy van-e erre igény? Hát, amit én alkottam, tehát kezdeném azzal, hogy először textilben alkottam, bár, tehát Gábor is mondta itt a kiállítón, hogy én is szobrásznak jelentkeztem, de hát végül is a sors úgy alakította a dolgokat, hogy nem sikerült, és akkor más pályára tértem, de... Nem határoltam el magamat továbbra sem abból, hogy térben alkossak, de először, tehát rajzban, ahogy említette Gábor, tehát a házipari szövetkezetben, ott lettem népiparművész, de nem elégített ki, és akkor utána meg kerámiával foglalkoztam. De hát térjünk vissza a kérdésre, de hogy van-e rá igény? Hát tulajdonképpen az igény, az mindig a pénztől függ, a kereskedelemtől, meg hogy miben élünk. Régebben igenis volt igény ezekre a hímzett dolgokra, mert ugye a házipari szövetkezet működött nagyon szépen a 90-es évek végéig, vagy egy kicsit tovább, tehát akkor szűnt meg, tehát népiparművészeti tanács által zsűrizett termékeket tudtak eladni. Most viszont nagyon nehéz, legfeljebb Karcagon, úgy tudom, hogy csak mint kisvállalkozók, vagy egyéni emberek tudják eladni, és nehéz piacot keresni, meg az embereknek ugyan nincs is úgy pénzük. Hogyha a kerámiára gondolok, ott is ugyanez van. Ott tulajdonképpen elmondhatnánk, hogy megint csak azok érvényesülnek, akik maguknak keresik meg a saját útjukat. Tehát maguknak keresik meg azt, hogy mit csinálnak, és maguknak azt, hogy milyen piacot keresnek, és akkor, tehát így, mint népi iparművészek vagy fazekasok, van valamennyi piacuk, de nem annyi, mint régen. Tehát el se lehet mondani ahhoz képest, hogy lecsökkent tényleg a kereslet is, és ők is más lehetőséget keresnek. Hát így a szobor megrendelés térén, hát az is kevesebb sokkal. De hogyha vannak évfordulók, hát itt Lajoséknál is, vagy Sanyiéknál is, tehát a millenniumtól kezdjük, vagy akármilyen évfordulók, azért arra van megrendelés, de az se jelentős. De mindenki valahogy próbál fennmaradni, és azért... Tehát csak megkeresi az útját, hogy hogyan, de életbe akarunk maradni, és mi
kemény kunok vagyunk, nem adjuk fel, és nem várjuk azt, hogy majd csak repül a sült galamb, hanem bizony teszünk érte. És még ráadásul mindig eszembe jut az, mivel karcagiak is vagyunk, és hát Györfi István, tehát a városunk szülötte is, amit már mindenki tud, amit mondott, hogy tehát ne azzal gyarapítsuk a kultúránkat, amit átvettünk, hanem a magunkéval. És azt hiszem, hogy most itt, amit látunk ezen a kiállításon, tehát nagyon-nagyon szép és jeles példája. Úgyhogy ennyit szerettem volna. Pánti Ildikóval, a Karcagi Önkormányzat képviselőivel itt találkoztunk Esztergomba a Dzsámi kiállítóterembe a Györfi család kiállításán. Képviselőasszony, hogy érezte magát itt ezen a kiállításon? Hát nagyon-nagyon örülök személy szerint is, és valamennyi kedves kollégám, akivel részt vehettünk ezen a kiállítás megnyitón. Először is a város is nagyon szép, azt hiszem, hogy gyöngyszeme a Dunakanyarnak Esztergom. Másrészt pedig ez a különleges kiállítóhely, és annak apropóján, hogy egy nagyon tehetséges család kiállításának megnyitóján lehettünk itt, hiszen városunk szülöttei, és a város azt hiszem méltón büszke is rájuk, mindegyikre, az idősebb generációra, ha ezt lehet mondani, és a fiatalabbakra, akik úgy szintén részesei a kiállításnak. Valóban nagyon nagy élmény volt részemről, rácsodálkozás, mindarra, amit láthattunk, az itt lévő kedves emberek fogadtatása, a kiállításon résztvevő közönségnek a fogadókészsége, a fegyelmezettsége, az érdeklődése, és maga a hely, ahol vagyunk, közvetlenül a Dunaparton mindenkit elcsodálkoztatott. Köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget. Györfi Sándor, Munkácsi, Magyar Örökség díjas szobrászművésszel beszélgetünk itt Esztergomba, a Dzsámiba, ahol egy gyönyörű kiállításon voltunk, ahol a Györfi család mutatkozott be. Sándor, milyen érzésekkel álltál itt a megnyitón? Hogy érezted magad? Hát meg kell, hogy mondjam, amikor ez a megkeresés érkezett hozzám, igazából az volt az egész gondolatnak a elfogadó következménye, hogy részemről, hogy egy karcagi hölgy keresett meg, akiről aztán kiderült, hogy valóban még valamikor ismerhettük is egymást, nyilván a gyermekeim, a fiaim kapcsán, mert hasonló idősek, de az ő édesapjával én egy iskolába jártam, az Ádor úti általános iskolába, és ők meg ott is laktak mellette, én meg egy tanyasi emberként 10 kilométerrel Veretyó partjáról jártam haza már, amikor minden hétvégén nagyanyámtól kimentem egy napra a tanyára, vasárnaponként visszajövett. Tehát ez volt egy érdekes, hogy egy esztergomi dzsámiról beszélt, dzsámi múzeum és kiállítóhely, ott állítsak én ki, nem túl nagy kiállítóhely, és állítsak ki a fiammal, és akkor jeleztem neki, hogy hát nagyon elfogadható emlékezésem volt erről a beszélgetésről, és amikor másodjára is fölhívott, hogy na, hogy gondoltam tovább, akkor azt mondtam, hogy valóban, ha tudunk találni egy időpontot, akkor megcsináljuk ezt a kiállítást, de úgy akarom megcsinálni, hogy a Györfi családról legyen szó. Neki is tetszett a gondolat, mert ilyen kiállítás itt még nem volt, és hát tudtam, hogy az esztergomi bazilika azért a világ első rangú és legnagyobb bazilikái közé tartozik a történelmi hányattadás során, azért sok mindent szenvedett, volt ez dzsámi, meg mindenféle dolog lerombolva, felújítva, és itt ők megtaláltak egy lakóházat, ahol az ő családja, a férjének a családja, akik rájöttek, hogy itt valami történelmi értékkel van dolguk, amikor kiásták itt az 1000 köbméter, vagy nem tudom, 1500 köbméter földet a romokból, és valóban kiderült, hogy egy törökkori dzsáminak a romjait találták meg, egy minaretnek és egyebeknek. Valóban egy újkori olyan kiállítóhelyet, egy olyan szép intézményt csinált belőle, ami őrzi azokat az értékeket, ami a magyar kultúrának, vagy a Magyarországon felépült, bármilyen történelmi hányattatás során felépült
más szellemű, más hitű kultúrának épített emléket, és ma ebből egy csodálatos, szép múzeum kiállítóhely épült magán szektorban, magán pénzből, ami szerintem nagyon, nagyon komolyan értékelendő teljesítmény, mert nagyon kevés példát látunk erre. És ami példát látunk, az valóban egy elhivatott emberek csinálják, akik valóban megkívánják őrizni, akár nem tehetős emberként is, és nem olyan forintokból, amire nincsen szüksége, hanem tényleg a családtól veszik el a mindennapok pénzeit is, beépítve egy ilyenfajta örökségnek a továbbvitelébe, ami azt hiszem, hogy a mi értékeinket hosszú távra biztosítja, és a mi bemutatkozásunk is ebben a nagyon szép teremben és ebben a környezetben, amit a Dunaparton látunk, az tovább viszi talán a mi értékeinket is, amivel mi most itt megjelentünk. Hát mi éppen a családomnak a művész tagjaival állítottunk ki néhány kis plasztikát, templom üveg ablak fotóit, éppen keresztény viseletet, vagy éppen kerámiát, ki mit csinál a családunkból, és úgy jöttünk ide el, hogy hitele volt annak a személynek, aki erre bennünket fölkért, mert ő egy karcagi kún identitással rendelkező honfitársunk, a mi szülőföldünkről jött ide, aki nagyon büszke a származására, és büszke arra, hogy ebben a történelmi városban olyan értékeket tud felmutatni az ő szülőföldjéről való. Ez számomra rendkívül szimpatikus volt, hiszen én is úgy gondoltam, hogy nem véletlenül születtem arra a területre, ahol születtem, mert ott van küldetésem, ott van munkám, ott van dolgom azon a területen, mert valami fajta küldetésnek, küldetéstudatnak mindenképpen kell az emberbe lenni, hogy szolgálja azt a közösséget, és annak a közösségnek a későbbi emlékét majd. Szobrászattal foglalkozom, és családom tagjai is többnyire. Öcsém is folytatja tovább, a fiaim, unokaöcsém és sorba testvérem Erzsi. Szóval azt hiszem, hogy eljött az ideje, hogy most először rendeztünk egy olyan kiállítást, ami mindannyiunk munkáit egyszerre, munkáiból néhány darabot felmutat. Ez kötődik magyar történelemhez, ahhoz a történelemhez, aminek én magam is, öcsémnek a munkái is, Lajosnak több évtizede tulajdonképpen a nemzeti emlékezet napszámosaként is mondhatom magamat, mert ez, mint művész, úgy nem tesz engem a ranglista élére a művészeti világba, mert ez nem értékelendő dolog ma ragaszkodni a nemzethez, a hagyományhoz, az a kultúrához, amit őseink teremtettek. Ez igazság szerint olyan lebecsmérlő dolog ma számunkra. De én vállalom, és mi vállaljuk ezt a fajta megmérettetést, mert mi ezt a magyar kultúráért, őseinkért, akiknek a kun őseink ott a négyes főút mellett a kunok szobrászati hagyományában megelevenedett, én annak a üzenetét akarom továbbvinni. Annak a kun szobornak, női és férfi szobornak, aki tulajdonképpen egy kelyhet fog a kezébe, egy csészét fog a kezébe. De több ezer év óta, Krisztus születése óta fogja ezt a kelyhet, ami a szent kehely, ott van a református szimbólumok között, a hit szimbólumai között, és hiszem, hogy ez a nép valamikor mégiscsak hit, abban, amiben ma is hiszünk, keresztény hitbe hiszünk, és talán ez a keresztény hit benne van ebbe az ősi szobrokba, amelyek nagyon különböznek a európai szobrászat, római szobrászatnak a történelmi hagyományaitól, de mégis olyan fajta keresztény hitben, keresztény hitet hirdető szobrok ezek, a család tisztességét, az ősök tisztességét felmutató szobrok, amelyeket folytatnunk kell.
üzenetében kell folytatnunk ebbe a világba is, mert azt hiszem, hogy a utolsók között vagyunk, akik még megmenthetjük ebbe a kultúrkörbe ezt a világot, amiben élhetünk itt Magyarországon. Hát itt olyan erő lett felmutatva, hogy én ezt nem is vonom kétségbe. Köszönöm szépen. Szekresné Cinege Erzsébettel itt a Dzsámi Múzeumban beszélgetünk Esztergomba. Hogy kerül egy karcagi kumlány ide? Hát nagyon sok varga betűvel, azt kell, hogy mondjam. Ugyanis én karcagi lány vagyok valóban, de utána én a középiskoláimat Debrecenbe végeztem, aztán egy olyan szakot választottam életcélomnak, ami után már egyenes volt az út a Budapesti Egyetemre, ahol a férjemmel megismerkedtem, aki esztergomi. És a budapesti életünk után, amikor már családalapításon gondolkoztunk, akkor egyértelmű volt, hogy Esztergomban fogunk költözni, mert akkor már a férjemet a munka és a családi cég is ide kötötte, és én jöttem utána. Tehát mi itt megalapítottuk a kis családi fészkünket, aztán amikor a gyerekek kicsik voltak, akkor szépen az eredeti szakmámat is elfelejtettem, úgymond majdnem, hogy, mert hogy besegítettem nekik itt a programszervezésben, és mostantól kezdve, egy 2-3 évvel ezelőttől kezdve pedig már kifejezetten ezzel is foglalkozom. Akkor, mivel a karcagi, nem volt nehéz egy karcagi művész családra találni, tudta-e, hogy kiket hív ide? Természetesen tudtam, hiszen hát az én diákkorom, gyerekkorom az Karcagon zajlott, és ezek között a szobrok között nőttem föl, hogyha szabad ezt mondanom, tehát Györfi Sándor alkotásai azok lépten nyomon belebotlottam én is. Úgyhogy amikor ezt az idejévet terveztük, akkor mint egy villámcsapás, vagy egy isteni sugallat válaszol mindenki azt, amit szeretne, úgy jött, hogy bizony nekünk a Györfi családdal is kellene egy kiállítást kezdeményeznünk, és nem csak Györfi Sándorral, hanem az ő testvéreivel is, akik nagyon szép alkotásokkal rendelkeznek, és még ráadásul ide a környékhez is kötődnek, mert felfedezhetőek Esztergom környékén, akár a testvérvárosunkban Párkányban, akár Esztergomban is a Györfiekhez kapcsolódó alkotás. Úgyhogy miután ez a sugallat megérkezett, onnantól kezdve már nem volt visszaút, egy e-mail Györfi Sándornak a válaszra nem kellett sokáig várnom egyébként, és a legnagyobb megdöbbenésemre pozitívan válaszolt, úgyhogy így lett ez a kiállítás. Akkor meséljük mostan a nézőknek, hogy hol vagyunk, milyen helyen lett meg ez a Györfi család kiállítás. Itt vagyunk egyébként az esztergomi alsóvárban. A városfalra épült egy törökkori építmény, egy dzsámi, egy imaház, ami nem is akármilyen, mert egyedülálló nem csak Magyarországon, hanem mondjuk Európában is, ugyanis 400 évvel ezelőtt épült, de ilyen elrendezésű nincsen másik. Egy darab van, aminek a romjait található a mai Boszniában. De ez az imaház nem volt sokáig imaház, hanem visszakerült a törökök után az érsekhez, érseki magtár volt, majd feledésbe merült minden régi múltja, és családok vásárolták meg, családi házzá alakították át. Úgyhogy amikor az legújabb kori történelme már úgy alakult, hogy a mi cégünk tulajdonosa, Karl Rosenberg úr, egy vendégházat szeretett volna vásárolni magának, hogy amikor a magyarországi cégét látogatja, akkor ne szállodába kelljen megszállnia, hanem egy esztergomi házban adott esetben, akkor egy romos házat választott, és pont erre esett a választása. És amikor a felújításra került a sor, akkor derült ki, hogy ezt bizony lakóházzá átalakítani már nem szabad, és az ő mecénás vére is azt sugallta, hogy bizony ezt vissza kell állítani eredeti formájába, és így, ahogy most lehet körben nézni, ez az épület a 400 évvel ezelőtti állapotát visszanyerte, és most múzeumként üzemel. Pontosan arra a múltra való tekintettel, hogy volt ez már minden. Úgyhogy a legnagyobb eséllyel és a legszebben úgy tudjuk bemutatni ennek a területnek a történelmét, ha múzeummá alakítjuk át, és bizony kortárs művészeknek a lehetőséget adjuk meg arra, hogy bemutatkozzanak. Ugyanis ez egy teljesen üresen álló épület, és azok a művek fogják megtölteni, vagy addig is azok a művek töltötték meg, amit a neves művészek idehoznak. És ennek nagyon-nagyon-nagyon örülünk. Köszönöm szépen! Köszönöm!
Itt vagyunk Esztergomban, a Dzsámi Múzeumban, ahol egy nagyon szép kiállításra nyílt a Györfi családnak. Lajos, hogy érezted magad ezen a kiállításon egyáltalán? Hogy fogadtad a meghívást, a felkérést ide? Hát én nagy örömmel, mert Esztergom számomra azért fontos, mert itt a szomszédba, Párkányba kiderült, hogy testvérvárosa Esztergomnak. Amikor a szobjeszki Párkány csat emlékművét, harmadik szobjeszki János lovaszobrát készítettem, akkor a párkányiak igen nagy örömmel fogadták Esztergom segítségét, mert nem jött össze a pénz a lovaszoborra, és a végén nagyon nagy összeggel szállt be Esztergom, és így valósult meg a Párkányi lovaszszobrom, amit életem főművének tartok. És itt voltak most a párkányiak, a barátaim, és tehát nagyon jól éreztem magam a mai napon. A kiállítás meg azért fantasztikus, mert így még együtt nem voltunk. Tehát itt voltunk mi úgymond idősebbek, Sándor Erzsi meg én, és itt voltak a fiatalok, vagy itt vannak a fiatalok, Balázs és Ádám, akik valamelyest a képzőzet pályán vagyunk mindnyájan, és mindenki próbált magából valami kicsit mutatni. Nagyot nem lehetett, hisz a kiállító terem egy nagyon hangulatos, valamikori török imahely, amely ma már nem ezt a jellegét tartotta meg, de a belső szerkezetében még jelen van ez a forma. Egy nagyon szép kiállító terem lett, egy kis kamerakiállítást lehet itt csinálni. Mindenki adott magából valami ízt, és Sándor adott, nem, itt nem elsősorban köztéri szobrokról volt szó, hanem ő azt az arcát, ami az ő belső énje, tehát ez a kunvilág, ez a fajta olyan plasztikai megnyilvánulás, ami a figuralitáson túl egy másfajta érzelmet közvetít, de itt voltak azok a portréi, a nagyapám portréjától kezdve, vagy egy fiatal korában egy gyönyörű szobra, a Jászma vége, amely nagy hírt kavart, port kavart annak idején a szakmába, és azok az új szobrai is, amelyeket most csinált, vagy töredékek egy köztéri szoborból. És nagyon jó, hogy itt volt ugye Erzsinek azok a dolgai, amelyeket kevésbé ismerünk, vagy ismernek. Ugye itt elsősorban ő két arcát mutatta meg, az első azok a hímzései, amely miseruhák is illik ide ebbe a esztergomi környezetbe, a másik meg azok a kerámiái, ahol nem csak kerámiákról, meg edényekről van szó, hanem ezek komponálja szépen állatfigurákkal, és ezáltal teljesen egyéni arcot, egyéni hangot üt meg, vagy a tükreivel, ami megint egy másfajta formarendet, de egyéni hangot közvetít vele az ő világát. Meg a fiatalok, tehát ők teljesen más világban gondolkoznak már, tehát Balázsnak itt a karcagi templomnak a üveg ablaka fantasztikusan hat fönt a falon. Tehát ez egy a plasztikus világunktól eltérő, de abban gyökerező formai rend, és ami nagyon földobja a kiállítást, és elhelyezésben is nagyon jó az elhelyezése, ugye, hogy úgy néz ki, mintha itt ablakok lennének, és úgy hat az egész belső térbe. Ádámnak más lírai világot mutatott meg, tehát azt a finom érzékenységet, ami benne van, ugye itt a Nórika szobrában, vagy a portré szobraiban, és egy új hang, de az is lírai a torzójában. Szerintem nagyon jó kiállítás, és mindenki mutat énjéből azt, ami ezen a helyen valahol karcagi gyökeret mutat, mert itt ez volt a lényeg, hogy egy helyről gyökerezünk, és ezeket a gyökereket mindenki másképp éli meg. Ez a gyökér valószínűleg Sándorban van meg a legjobban, hisz a formavilágában, úgy itt a szobraiban, a nagyapám homlokában, a kunszobraiban teljesen tisztán gyökerezik. Mi egy kicsit későbbi szülöttek, visszük ezt a karcagi gyökeret, de már ötvöződünk másfajta formai rendekkel és érzelemvilággal. Tehát ez a kiállítás ezt mutatja meg. És szerintem nagyon ritka ez a dolog, hogy egy családban
pusztáról, tehát itt Prukai elmondta azt a gondolatot, hogy mit mond a tapánk, mert valahonnan innen gyökerezünk, hogy addig mehetünk, amikor a lóhátán ültünk, vagy ültem, azt mondta, addig mehetek, amíg a horizont. A horizontnál nem mehetek tovább, de hát minél jobban vágtattam, annál messzebb volt a horizont is. És ezt a horizontot kergetjük, szerintem mindnyájan küzdünk, hogy valaha elérjük. És csináljuk a dolgunkat karcagi létünkre.